mint gépészmérnök, ugye ő szeretett papírból dolgozni, táncélírásból, és fejébe vett, hogy csinál egy Maros Sárpát, aki koreográfiát még az Avas Együttesnek. Miskolci táncosokkal voltunk Maros Sárpatakon, abban a tiltott érában, amikor egyrészt nem szabadott gyűjteni, tehát volt úgy, hogy elvették a fényképezőgépet tőlem, egy lakodalmat fényképeztem éppen Vajdaszentiván, vagy amerre mentünk, és jött a rendőr, és elvett a fényképezőgépet, filmet ki. Mert semmi esetre nem szabadott lakni, vagy aludni. Maros Sárpatakon voltunk egy családnak a konyhájában, az elterjedt a mozgalomban most már, hogy egy konyhában táncolnak sorba a táncrendet különböző párok. Neki, hogy a Györgyfalvai Kati távozása után vegye át a Vasas Együttest. Mind a két döntése természetes volt, hiszen az Avasnál is önállósult, a Vasasnak pedig végképp. Önállósult, a Vasassal való kapcsolata pedig a mai napig fennáll. Nézem az együttesek életét, ebben van periodicitás azért. És az én Vasas időszakomban is, ugye ez hosszú idő volt, ez végül is majdnem 20 év, vagy 20 év. Ha úgy tekintem, hogy most is még vezetője vagyok, akkor ember nem volt egy együttesnél ennyi ideig. Minden ilyen lelkes gyűjtő, aki több helyre jár, fölvállalna egy helyet, egy falut, hogy azt aztán, nem azt mondom, hogy a nevére iratja, de azért sokkal többet megtesz, és visszaad abból, amit kapott, ugye, mert amit én gyűjtöttem, azt kaptam. Ők odaadták a szívük teljes melegével az éneket, a táncot, a szokás, a mesét, a mindent, a viseletet, és én mit tudok visszaadni nekik? Hát akkor mit tudok visszaadni, kérdezem én. Éveken keresztül jártam én ide, Anti bácsihoz, és mindig akartunk valahol megvásárolni valamiből, azt még nem tudtuk, hogy miből, egy ilyen régi házat, mert nagyon szép régi házak voltak, meg még vannak most is itt. A Vitéz Ének Alapítvány ugye adott 1 millió forintot kezdetnek, és elkezdtem gyűjteni a barátoktól. Összegyűjtött 1 800 000 forintot, és elkezdtük az egész ház rendbehozatalát. Tizenöt éve nyugdíjban vagyok, de bevallom őszintén, hogy többet pörgök most, mint annak idején. Mert akkor volt egy hivatalos munkahelyem, ugye utána elmentem táncolni, vagy vezettem együttes, vagy valami, az se volt megállás, meg elmentem gyűjteni. Na de hát most az alapítvány, ugye kezelem az archívumot, van a Művészeti Akadémia, ahol, hogy beválasztottak oda is. Nekem nagyon megtisztelő, hogy ott lehetek nagyon neves emberekkel, akkor én úgy érzem, hogy csinálni kell valamit.